Mindenképpen azt várnánk, hogy győzelemre játszon a csapat, hiszen megpróbálunk a legerősebb összeállításban, ami lehetséges, felállni. Arra próbáljuk meg felhasználni ezt a mérkőzést, hogy az újonnan érkezett edző még jobban megismerje a játékosokat, illetve a játékosok megismerjék még jobban azt a mentalitást, azt a szemléletet, amit ő szeretne átadni nekik. Azt gondoljuk, hogy a mérkőzés az egyik legjobb lehetőség arra, hogy az erőlétet is fejlessze a csapat, tehát mindenképp arra használjuk, hogy a játékosok, ha lehet, akkor minél több időt töltsenek a pályán. Magyarországon nincs akkora különbség a csapatok között, hogy egy Ferencváros ne léphessen fel győzelmi szándékkal bárki ellen. Az MTK-nak van egy sajátos stílusa, amit ők sohasem adnak fel, tehát teljesen mindegy, hogy milyen összeállításban játszanak, teljesen mindegy, hogy ki ellen játszanak, ők hozzák azt, amit szoktak, úgyhogy mindenki ismerjük őket, azt gondolom, hogy eléggé jól. Természetesen a napi forma fog dönteni, de én mindenképp bízom a győzelemben.